Csókolom, aranyos, úgy látom, szintén késésben méltóztatik. Nyomás, kis főnöknő, most aztán fel az igazi nyúlcipőt, mert ott jön a buszunk. Ha ezt kihagyjuk, szobrozhatunk legalább 10 perc. De ne, itt Csikos úr, már a múltkor is, ugye emlékszik? Még hogy emlékszem-e? Nekem aranyoskám kitűnő, mert látta ezt, mint a vadak, tisztára, mint a vadak. Hová rohansz te? Te közutakrémel, te deviáns elem, te rákfele! Csikos úr, ne haragudjon, de most talán, mintha nem volna egészen igaza. Ne keserítsen, aranyoskám, talán már mondtam, hogy nekem olyan memóriám van, mint egy kompjúternek. Egységem van, memória egységem. A múltkor ezek a kalózok egy telefonfülke mögül akartak ártalmatlanná tenni. Igen, pontosan emlékszem. De hát, Csikos úr drága, telefonfülke vagy újságos bodé vagy álló autó, hát az minden. Mindegy? Fáj nekem ilyet mondanom, de mintha csalódtam volna az eddig oly igen nagyra becsült intelligenciájába, kedves fülke, bódi, autó, mindegy, komolyan mondja. Már abból a szempontból gondolom, hogy Csikos úr nem látja tőlük az autót, ami közeledik a vezetőnek, nem látja Csikos urat. Kacagnom kell, mint az unoka húgomnak, amikor megtudta, hogy miből lesz a cserebogá. Akarnak is ezek látni engem, ezek csak azt látják, amit ők akarnak. Ha nem most ide figyeljen, aranyos, a megállóban azonnal ugrás és roham a trolihoz, semmi kászálódás, lacafac, ami egymás, világos, és álljon jó előre, hogy legyen ülőhelyünk. Gyilkosok, ezeknek semmi se szent, egy fiatal élete csak úgy, majdnem, ha nem állok itt, ki tudja, mi történik. Nyusika kérem, egyet jegyezzem meg. Erre nagyon-nagyon határozottan a saját érdekében, mondhatnám, fenyegető eréllyel kérem. Sose álljon a járda szélére. Ezektől mindenki telik, értse meg, minden. De hát, Csikos úr, én tudtam, hogy nem lesz jó, ha odaállok, csak azért, mert a Csikos úr mondta. Gyermekem, nem tudnám elviselni, ha úgy érezné, hogy hálával tartozik nekem. Figyeljen rám, bensőmben egy hang azt súgja, hogy én bizonyos értelemben felelős vagyok magácskáért. Magácska ugye még fiatal, tapasztalatlan meg minden, de ha nem érti félre aggódásomat, én majd a legapróbb részletekig elmagyarázom magának, mire kell vigyáznia, ha kilép ebbe a forgatagba. Hát nézzen ide például, itt van ugye a villamosi mellett a járdasziget. Jól van, Csikos úr, csak ne álljon meg, mert elkésünk. Nem, kedves gyermekem, lehetetlenséget kér tőlem, mielőtt újra kockára tenni ifjú életét. Nekem fel kell hívnom a figyelmét a leselkedő veszedelemre, amint azt nem tudom, hagyadik Henrik tette udvarmesterével, amikor a vérpadra küldte. Mi az ott, Nyusika? Járda sziget, Csikos úr. Milyen nincs magának itt, Nyusika? Na de Csikos úr! Magának itt a járművekkel szemben elsőbsége nincs. Tudom, Csikos úr, jöjjön, most mehetünk. Hát itt nem lehet magyarázni. Hajlandó végighallgatni, vagy azt akarja, hogy a sorsára hagyjam? Essünk túl a magyarázaton, essünk túl rajta, mint ahogy a nagymamám szokta mondani, amikor nyaralni vitt bennünket. Ha tehát nincs elsőbsége ezen a helyen, akkor hogyan léphet az út testre? Ahogyan máshol. Először körülnézek, aztán ha nem jön semmi, akkor megyek. Jellegzetesen dilettáns megfogalmazás, na mindegy. Nem kiváltom magácskától, hogy ilyesmiket megjegyezzen, hogy azt mondja, kellő körültekintéssel. Hát nem szebb így? Gyönyörű, Csikos úr, csak menjünk már. Nyusika, ha én nem vigyáznék, maga a lényegről maradna le. Mi boldogult nagybátyám, amikor a zoológiai konferencia után elfelejtett megjelenni a díszvacsorán. Igyekezzen, Csikos úr, igyekezzen. Milyen helyen a gyalogosnak meg kell győződnie arról, hogy a járműforgalmat nem zavarja én.
Nincs-e már olyan közel egy járni ahhoz a helyhez, ahol a járdaszigetről a járdára, vagy eminnen amoda át akar menni, hogy azt lassításra kényszerítené, vagy netán annak meg kellene állnia ő miatta? Most nincs, menjünk, különben mióta tartja maga ilyen gondosan számon a gyalogosok kötelességeit, Csikos úr? Amióta befizettem a ladára, Nusika, ugye elvihetem majd egy kis országjárásra? Hát most nézze! Most nézze! Csak megy, arra nem figyel, hogy járdasziget mellett jár? Hát van magának fogalma, Nusika, hogy milyen veszélyes dolog ez? Ne is mondja, Csikos úr, úgyis annyira félek mindig. Hát ugye itt leszállhatnak, felszállhatnak gyerekek, öregek, figyelmetlen, szórakozott felnőttek, merjen is akadán, nekem elhiheti, Nusika? Vagy ne adj Isten, tolongás is lehet a járdaszigeten, és engem letaszigálhattak volna a leszállók az úttestre. Gondolj el! Jó! Ripsz-rapsz! És kész a baj? Hát ezért kell a gépjárművezetőknek a járdaszigeteknél fokozottan ügyelni, érti? Ha ne talán egy gyalogos váratlanul, szabálytalanul, meggondolatlanul tesz valamit, akkor is képes legyen megállni. Ezt meg kell tanulni, barátocskám! Ezt be kell magolni! Ezt be kell biflázni, kisfiam! Amint azt a Csikos úr szántan tanára szokta volt mondani az egyszer-egyel kapcsolatban. Honnan tudja, Nusika? Tudok én sok mindent. Mi? Hát például azt, hogy még nincs meg a kiutalás a ladára, vagy tévednék, Csikos úr? Nem, Nusika. Hihetetlenül intelligens kis teremtés. Úgy látszik, érdemes vele foglalkozni. Tanulékony. Határozottan tanulékony. De most aztán, nyomásám, kislány, még elkések itt a maga tanítgatása miatt, pedig semmit se utálok annyira, mint mindig veszekedni a késéseim miatt. Rohán!